A Fehérvár Lions csapatát Várnai Dániel alapította, aki főleg baráti társaságból toborzott fiatalokat és a Bregyó közi füves területen kezdtek játszani. Azt nem tudták, hogy Magyarországon régóta versenyszerűen is játsszák az Ultimate Frisbee-t, aztán megérkezett a csapat jelenlegi vezetője, Misi Anett. Én 13-ban érkeztem Székesfehérvárra, csak akkor megörültem, hogy de jó, itt már van egy Ultimate Frisbee csapat, én akkor már 10 éve játszottam. Nem akartam csapatot alapítani, egyáltalán szerencsére nem kellett, és igazából én mondtam nekik, hogy hát figyú, fiatalok, vannak versenyek, menjünk, versenyezzünk. És igazából akkor indult be a csapat a versenyek útján. Heti kétszer két órát edzenek, emellett igyekeznek sok versenyen is részt venni. Az első osztályú csapat esetében ez legalább havi egy versenyt jelent. A sportág tisztasága és a Lionsban uralkodó jó hangulat egyaránt vonzerőt jelent a csapattagok számára. Ami leginkább megragadott benne az, hogy nagyon-nagyon fontos része a sportszerűség ennek a sportnak. A csapatszellem az mindenképpen az egyik legfontosabb jellemző, és ez nálunk itt a Lionsban az egy, szerintem az egyik legmegragadóbb dolog. Én is azért vagyok még mindig itt, mert az edzők is nagyon közvetlenek, teljesen minden edzés elég, tehát semmi nem túl komoly ebben a csapatban. Mindennel lehet poénkodni, de oda is tesszük magunkat, és amikor olyan van, akkor az eredményt is tudjuk hozni, mert rendesen fel is készítenek. Szerencsések vagyunk, van sok új fiatalunk, a jövő évben, 24-ben tudunk két csapatot is indítani, tehát egy NB1-es és egy NB2-es csapatot, amit azért Magyarországon kevés egyesület tud ilyen simán megcsinálni. A teremszezon kezdete előtt persze vannak anyagi gondok, hiszen drága a terembérlés, de ahogy mondják, a lelkesedés megvan és megoldják a problémákat. A csapathoz továbbra is lehet csatlakozni Facebookon, illetve az Egyesület honlapján is megtalálhatja bárki a Lions-t. Fiúk és lányok együtt szerepelnek a koedukált sportákban, melynek fehérvári jubileumi versenyén a Lions két csapatot is indított, egy második és egy negyedik helyen zárva a hétvégi tornát.